Az NB1-ben még harcol a bajnoki címért az Alba Kompi és a Szombathely, a többi osztályban azonban már véget ért a szezon. A Nyíregyháza Blue Sharks az NB1-B keleti csoportjában a harmadik helyen zárta az alapszakaszt, végül pedig az ötödik helyen végzett a másodosztályban. A Siska János által irányított együttes bronzérmet szerzett a HEP kupában, így az edző szerint sikeres szezon tudhatnak maguk mögött a kék cápák. Ez az év ez mindenkinek ugye egy kicsit úgy telt el, hogy tapasztalatot szerzett, önbizalmat szerzett, hogy amikor augusztusban elkezdtük a felkészülést, akkor próbáltunk célt kitűzni magunk elé. Igazából az volt a célunk, hogy építsünk egy komoly magot, egy csapatot. Nem akartunk célt kitűzni, mert nem tudtuk, hogy mi van még a csapatban. Az mindenképpen cél volt, hogy maradjunk bent ugye a B csoportban, és ne essünk ki a C csoportban. Ez úgy gondolom sikerült. Szerintem egyre jobban fejlődött a csapat, ahogy teltek el a hónapok. Amikor harmadik lettünk a HEP kupán, az csak plusz volt az egészre, és ugye a harmadik helyen végeztünk az országhoz, az meg teljesen extra volt szerintem. A játékos keretben nem lesz jelentős változás, az amerikai Emenigen távozott, mellette még a több élvonalbeli csapat által csábított Fazekas Csaba lehet az, aki elhagyja a cápákat. A többség azonban marad. Nagy Krisztiánnak volt szerződése, Bús Iván velünk marad még 2 évig, Czura Attila szintén 2 évig marad velünk, Olá Zoli szintén maradni fog. Ugye mindig mondtam, hogy ki fogok hagyni valakit. Varga Marcinak a dolgai kérdésesek, felvételizni szeretne tovább tanulni, és attól függően, hogy hol sikerül majd neki a felvételi, attól függően dönti el, hogy marad-e nálunk vagy sem. A fiatalok közül a természetesen többiek maradni fognak, és akkor nagyjából már meg is van így a keret nagy része. Egy légiós és még egy plusz igazolás hiányzik ebből a csapatból. Szeretnék 5-ös pozícióba majd egy magyar játékost, ha nem, akkor egy légióst. Ha van magyar játékosunk 5-ös pozícióba, akkor egy 3-as-4-es légiósra lenne szükségünk, aki a palánk alatt, de a palánktól egy kicsit távolabb is bevethető lehetne. A játékosok egyelőre pihenőjüket töltik, kivéve Mokánszki Mátét, Farkas Dánielt és Fazekas Csabát, akik hétfőtől a B-csoportos Európa-bajnokságra készülő válogatott kerettel edzenek Székesfehérváron.